Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Debrecenben. Mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nam, közösen 7-szer. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Merre felé igazodsz? A magyar egy nagyon-nagyon fejnehéz társadalom, nézd meg. Hol van neked a fej, hol van a torr, és hol van a potroh? Merre felé igazodsz? A zen kijelöl egy nagyon világos irányt, talán azért, mert mindannyian szenvedéskerülő és boldogságkereső lények vagyunk, ez pedig az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Az ébredj föl az kicsit távolinak tűnik, a segíts másokon pedig lehetetlennek. A felébredésről rengeteg fogalmat alkothatunk, de amíg a fogalmak közt vagyunk, addig nem találjuk meg az utunkat. Ha egyáltalán nem alkotunk fogalmat, akkor sem. A formához való ragaszkodás ugyanolyan hiba, mint az ürességhez való ragaszkodás. Merre igazodsz? Hol van neked a fej? Hol van az első? Hol van a legfontosabb? Az elmúlt pár évtizedben egy olyan társadalmat láthatunk, ahol nagyon könnyű lefelé igazodni. Nagyon könnyű a könnyű utat választani. Nagyon hívogató az, hogy könnyen, gyorsan sok pénzt keressünk, és ezzel úgy döntsünk, hogy az életünk rendben van. És kiderül, hogy nincs rendben. Nem jó felé igazodtunk, és ezt onnan tudod, hogy nem azzal az emberré váltál, akivé szerettél volna lenni, hogy te minden enter gombot jól megnyomtál, minden checkboxot kitöltöttél, minden rádiógomb választásán a megfelelőt nyomtad be, és valahogy mégsem működik az élet. Mi hiányzik? És nagyon nehéz ezt a kérdést átforgatni abba, hogy mi az, ami felesleges. Úgy érezzük, hogy akár érzékszervi szinten, akár mentálisan valami új kell, valamit meg szeretnék tanulni, el szeretnék sajátítani, hogy más ember legyek. És kiderül, hogy egy olyan hagyományban, ahol a felébredést és az önzetlen segítséget tűztük ki célul, ott a fordítottjára van szükség. Idézek Sung San Zen mester egyik tanító költeményéből, a Csak láss című történetből. A megvilágosodás természete. Fent, a felső világokban vannak a buddhák, itt lent a létesülés hat világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan. A por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod. Azonos vagy különböző?
Ha azt mondod, azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod, különbözőek, akkor is. Miért? Hát! 3 × 3 = 9. A világ már a te gondolkodásodtól és véleményalkotásodtól függetlenül pontosan olyan, amilyen. Az ég kék, a fű zöld, a kutyák ugatnak, a macskák nyávognak. Mi mégis rendszert akarunk alkotni, modelleket kívánunk formálni, hatalmas megértéssel szeretnénk rendelkezni, ami minden csak nem egyszerű és nem tiszta. A saját elménk ködösíti be önvalónk tükrét. A saját gondolkodásunk az, amely megakadályoz abban, hogy egyé váljunk ezzel a pillanattal. A saját szokásaink azok, amelyek a legnagyobb akadályt képzik ahhoz, hogy te egész ember légy. Miért vannak jó és rossz napjaink? Miért nem tudunk minden nap tiszta tudattal fölkelni, cselekedni, beszélni, viszonyulni? A válasz az, hogy mert még soha sem tapasztaltuk. Még soha nem volt meg tisztán. A lényeg még nincs tapasztalva, és ez a legnagyobb probléma. Itt nyugaton valamilyen szóhoz szoktunk igazodni, valamilyen igéhez, ideológiához, izmushoz. Keleten ez nincs. A buddhizmus az egy nyugati műszó. Keleten nincs ilyen. Keleten, Dél-Koreában, ahol én tanultam, két szó van erre. Az egyik a bulkyo, a bul az a buddha, a kyo pedig a tanítás. Itt vagyunk egy iskolában, egy tornateremben, és az iskola neve az hakkyo. A kyo, mint oktatás. Osztályterem, kyo shil, ugye? Halljuk a kyót benne. Oktatás, tehát a buddha tana. A másik szó a buldo, a buddha útja. És igen, lehet tanulni a buddha tanítását könyvekből. De azt keleten is tudják, hogy ez nem a forrása, hanem az eredménye a gyakorlatnak. Itt, nyugaton, szeretünk abszolút értelmet kívánni a szavaknak, holott már két ember sem tud egyet érteni abban, hogy ez mit jelent, hogy a szavak mit jelentenek. Hanvas Béla, korai szellemi vezetőim egyike, bár sajnos személyesen nem találkoztam vele, így szólt. Kétféle halott ember van. Az egyik, akinek a lelke végleg elvált a testétől, és a másik az, aki a szavak eredeti értelmét nem tudja. Hányféle interpretáció van a valóságról? Manapság már azt sem hisszük el, hogyha azt mondod, hogy az ég kék, és én azt mondom, hogy az ég kék, akkor ugyanarról beszélünk. Mert lehet, hogy az énegem kékebb, mint a tied. Ugye? Mihez igazodunk? Valami szóvirághoz, könyvhöz, szokáshoz, önképhez? Vagy merünk tapasztalni, merjük magunkat megismerni és meghaladni, és ennek nyomán olyan tapasztaláshoz jutunk, amely meghaladja az eddigi önképünket, és elvezet az önvalónkig. Meghaladja az eddigi dualisztikus gondolkodásunkat, és elvezet az egyéválásig. Az önmegismerés és önmeghaladás a zenben ugyanannak az éremnek a két oldala, mint ahogy a megszabadulás és megsegítés is ugyanannak az éremnek a két oldala. Tehát a felébredés az egy nagyon szép tapasztalás, de a karma tisztítása nem lehetséges mások segítése nélkül. És egyszerűen elmondom, hogy miért. Nem valami altruista, együttérző mázzal bevont lehetetlenséget hallasz most. Egy olyan tant hallasz, amely Koreában 1700 éve, világszerte 2500 éve, Európában olyan 50 éve működik. Érdemben, nyugaton így ennyi 50-60 év. És még a nem gyakorló pszichológusok is megállapítják, akár családi karma,
akár páros karma, akár csoportkarma vizsgálatakor, hogy van egy olyasféle közösségünk, egy olyan mélyszerkezeti hasonlóságunk és lényegi azonosságunk, amelyet már Jung is felfedezett, ezt hívjuk archetipikus valóságnak. Minél mélyebbre megyünk a tudattalamban, annál több közösséget találunk. És ha eljutunk a lényegig, a nem név, nem forma tapasztalásáig, akkor elérhetjük azt a felébredést, amely minden önkép illúziójától megszabadít, minden duális hittől, azonosulástól megszabadít. Ekkor látjuk úgy a világot, ahogy van, a maga ilyenségében. Magunkat és a másikat úgy, ahogy tényleg vagyunk, a maga dinamikus célokkal, teendőkkel és ledolgozandó karmákkal áthatott világában. Ha mélyebbre mész, akkor a tenger nem mozdul, csak az áramlatok mennek lassan. Ahogy jössz följebb, egyre hullámosabb a tenger, és a hullámokat nézve, ha a hullámtaré alatt elvágott, csak ilyen vízpamacsok vannak. Na ez az egyén. Ahogy egy-egy hullám megmutatkozik a sok-sok vízpamacs, az egy család. És ahogy mész mélyebbre, egy golfáramlat, egy teljes civilizáció. És még mélyebbre, a puszta sós víz pedig maga a lényeg, amiből ez jön. A gyakorlat olyan, mint amikor a csepp visszatér az óceánba, és a hullámtaré megtanulja, hogy egy nagyobb hullám, egy nagyobb áramlat, és a teljes óceánnak a része. A vízcsepp az óceánná válik, és a vízcsepp tudata megváltozik. Vízcsepp marad, ugyanannyi végtagod lesz, mint eddig, ugyanúgy emberi testben leszel, mint eddig, de a tudat az megváltozik. Azért választjuk el a külsőt és a belsőt, mert hiszünk ebben. Azt hiszed, hogy ez a test, ez te vagy. Azt hiszed, hogy a te tudatod lényegileg más, mint a többi emberi. És ha ragaszkodsz a saját karmádhoz, egy olyan falat emelsz, amit egoitásnak hívunk. Mi a különbség az egészséges személyiség és az egoitás között? Gondolkodtál erről? Talán igaz, hogy mindannyiunknak szüksége van egy egészséges személyiségre, de az egoitás áthatatlan titán falától, ólompáncéljától ments meg, Uram, minket. Hogy van ez? Ha jól igazodsz, és az értékmérőd a felébredett, megszabadult, egyévált tudat, akkor a hitrendszeredből egy értékrend következik, és az értékrendből egy életrend. Ez megmutatja, hogy egy adott pillanatban te egy egészséges személyiséggel élsz-e, vagy egy rusnya nagy egoitással. Hogyha az énségedhez ragaszkodsz, akkor falat emelsz. Hogyha a másik embert is észreveszed, hagyod magad megszólítani, együttműködsz, segítséget adsz és kapsz, az hasonlít ahhoz a sejthez, amelyik egészséges és lélegzik, és kölcsönhat a környezetével. Ezt hívjuk relatív valóságnak. Minden, ami jelenség, az már relatív, mert mulandó, feltételhez kötött és kölcsönösen függő. Egyik sejt sem létezhet a másik sejt nélkül. De ha egy sejt azt gondolja, hogy én egyedül is és csak is egyedül, és lezárom magam a többi felől, és nem kölcsönhatok, nem adok, veszek segítséget, információt, energiát, ezt a zártságot hívjuk egoitásnak, hogy csak én, te nem, ti nem, ők nem, ő sem, csak én. És ez a csak én az a fajta zártság, amiben emberek, párok, családok és társadalmak bele tudnak halni. Úgyhogy semmi baj az egészséges személyiség önbizalmával, önállóságával, öntevékenységével, önismeretével, önmeghaladásával. Ezzel az önnel semmi baj. De ha nem ismered ennek az énnek a működését, az eredeti teremtettségét, mulandóságát, kölcsönhatását, tökéletlenségét, akkor azt hiheted egy pillanatban, hogy ez egy abszolút, magában álló, független és elzárt valami. Hogy nincs szüksége a világ többi részére. És ezért ő rá sem lesz szükség egy idő után.
Tehát az énből lehet kaput csinálni, falat csinálni, utat csinálni, csapdát csinálni. Melyiket szeretnéd? Milyen énséggel szeretnél élni? Hagyományosan keleten ezt a kérdést nem tették fel. Ezt itt nyugaton szoktuk. Az alapja ugyanaz, ami az avatárod, a személyiséged teremtett, ezáltal változtatható mi volta. Nincs semmi olyan csavar ebben a gépezetben, amit ne tudnánk kicserélni. Minden karmát teremtett, a tudatunk által teremtett. Tehát mihez igazodsz? Minek válsz a következményévé? Mit követsz? Kihez igazodsz? Kinek válsz a következményévé? Kit követsz? Ezeket a kérdéseket mikor tetted fel utoljára? Valószínűleg akkor, amikor baj volt. Amikor valami nem működött rendesen, amikor valamit meg kellett oldani, amikor pénzszűke volt, vita volt, veszekedés volt, halál volt, esetleg születés volt. Na milyen lett ez a gyerek, az unokám, de hogy néz ki? Hát abban nem ezt szoktuk mondani, hanem azt mondja, hogy te drága, te gyönyörű. Ugye? De ő a saját maga valóságában ott van. Akármit mondasz rá, az ő. És innentől kezdve dolgunk van, hogy ha helyesen igazodunk, akkor a megfelelő irányt követjük, és a megfelelő úton haladunk. Annyira szeretnénk boldogok, kiegyensúlyozottak, harmonikus, szeretetteli lények lenni. Egyik társadalomtól sem hallod azt, hogy mi rosszak, pusztítóak, tökéletlenek és paraziták szeretnénk lenni. Akkor miért nézünk így ki? Miért néz ki így a Föld? Miért viszonyulunk egymáshoz így? Ez nem furcsa? Nincs itt valami ellentmondás? Ez azért van, mert nem ismerjük sem magunkat, sem a másikat. Nem állítottunk föl egy olyan mércét, amihez igazodva tisztán látnánk. Tisztán látnánk az ok és okozat működését, a karma miben létét. A karma törvénye a dharma. A dharma jelenségeket is jelent, kis d-vel, és a világ törvényét, nagy d-vel. Ismered-e a törvényt? Azt hiszed, hogy ez csak könyvekben van? Nem. A könyvek olyanok, mint a hálók, amelyel halad fogunk, az ítélet halát, a tanulság halát, a példaértékű joggyakorlat halacskáját. De a tengert a hálóval nem tudod kifogni. Egy társadalom, egy család akkor egészséges, hogyha az írott törvény a lehető legközelebb áll az iratlanhoz. Ekkor érzed azt, hogy a jog és az igazság közel van, vagy legalábbis átfedést mutat. Azokban a helyzetekben, amikor azt érzed, hogy a jog és az igazság távol van egymástól, ott az írott és az íratlan törvény nagyon különbözik. Elfogott téged valaha ilyen érzés? Szerintem soha. Hiszen miért építenénk egy olyan társadalmat, ahol az írott és az íratlan különbözne egymástól? Ez butaság lenne, hát nem is csinálunk ilyet. Ez a szenvedés magvainak az elvetése, gyors kihajtása és a keserű gyümölcs kipréselése és palackokban való árusítása gyümölcs léként. Ezt úgy hívjuk, hogy tanulság. Miért? Az univerzum vélemény független. Bennünk, a lelkünkben van egy olyan törvény, amely nem gondolatfüggő, megismerés függő. Az ember egyik legnagyobb ellentéte az, hogy a gondolkodás és az érzelmei annyira mások tudnak lenni, és két külön világként tudnak működni, ha nem vagy elég őszinte magadhoz. Hogyha nem tudod közös nevezőre hozni ebben a pillanatban, most mit látok, most mit hallok, most mit gondolok, most mit érzek, most mit mondok, most mit teszek. Ha ezek nem mutatnak egy irányba, akkor szétesünk. Szétesünk, mint egyén, mert hazudunk önmagunknak. Szétesünk, mint párkapcsolat, mert ő arra, én meg erre. Igazad van, igazam van, nekem is, szerbusz.
Ez a kompromisszumképtelen kapcsolat. Család? Ne is kérdezd. A legnehezebb. Miért? Mert vérségi, intim kapcsolat van. Anyagi egymásra utaltság van. Ősiség van. Transzgenerációs karma van. A legközelebb kerülünk egymáshoz a családban, ahol a legjobban láthatnánk egymást. És mit csinálunk egymással? Mit csinálunk ezzel a közelséggel? Mert aki közel van, azt nagyon meg lehet ütni. Meg is lehet simogatni, szeretni is lehet, de gyűlölni ugyanúgy. 20 évig nem beszélek a bátyámmal. Ugye? Mihez igazodunk? Mi az érték? Tedd föl magadban ezt a kérdést, hogy van-e értékrended? És ha igen, az milyen hitrendszerből táplálkozik, és milyen életrendet eredményez? Úgyhogy ha a felébredés értékes, akkor kell korán, ébredj fel. Gyakorolj egy kis felébredést a meditációval. Utána menj ki, és a munkádat ne csak pénzért végezd, hanem azért, hogy tényleg segíts másokon. Miért? Mert a hullámok már tudják, hogy akármerre mennek, egy másik hullámmal találkoznak. A segítséged nem marad viszonzatlanul, de nem azért csinálod, hogy viszonozza bárki is. Tanulni kell, de a tanulmányokat meghaladni kötelező. Az írott törvényt betartani muszáj, de az íratlant megismerni nélkülözhetetlen. Úgyhogy ha ebben segíthetek bárkinek, akkor kérlek, kérdezzetek. Hallottuk már a tanítást arról, hogy ne váljunk mások karmájának a következményévé. Így van. Igen ám, de amikor ezek a mások közeli szeretett kapcsolatokat jelentenek, tehát házastárs, gyerek, vagy esetleg szülő, akkor ez nagyon nehéz dolog, hogy ne váljunk a karmájuknak a következményévé. Ezért tanítom, hogy hogyan ne válj a következményévé. Igen, és ez lenne a kérdésem, hogyha mondjuk egy békés családi közegbe érkezek én mondjuk haza úgy, hogy ahogy nem kéne, vagy a házastársam, vagy valaki, hogy azt hogyan lehet a gyakorlatban kivitelezni, hogy ne lefelé húzzam ezt a létrejött békés közeget, hanem ők húzzanak föl engem, vagy fordítva. Ezt úgy tudod megtenni, hogy gyakorlod a legfontosabb kérdést az úton, miben segíthetek. És ha úgy találod, hogy téged húznának le, veszekedni akarnak veled, egy lépést hátra, hogy ne ragaszkodj az érzelmeikhez, a beszédükhöz, ne tudja senki a gombjaidat benyomogatni és provokálni, olyan reakcióra késztetni, amitől olyan ember lennél, aki nem szeretnél lenni. És amikor mindennek vége, mert végighallgattad őket, ami az együttérzés és bizalom alapja, akkor utána fölteszed ezt az elképesztően elsöprő kérdést, hogy miben segíthetek. És akkor megint jön valami, ami hát nyomdafestéket nem tűr néha, ahol ott már 20 éve együtt éltek, és sajnos ilyen van. És akkor nyugodtan megint végighallgatod, és befejezted? Na erre megint! Elszabadul. Befejezted? Igen. Miben segíthetek? Tehát megmaradsz itt. Lágyan, finoman, de megmaradsz. És ez olyan, hogy vagy elcsendesül és észreveszi magát, vagy úgy fölidegeli az agyvelejét, hogy ki kell rohannia és üvöltenie, de az már nem neked szól. Tehát az a világos középpont, az a tiszta tükör, az az együttérző magatartás, amely nem hagyja magát provokálni, becsmérelni, megvetni, magához méltatlan helyzetbe hozni, ehhez elképesztő erő kell, nem mondd, hogy lehetetlen. Azért gyakorlunk minden nap, azért vannak elvonulások, hogy ezt meg tud valósítani, és utána összekacsincsatok, hogy neked is sikerülni fog, babám. Jó, tehát ez nagyon fontos. Ezért mondom, nem lehetetlen, csak erőfeszítést kíván, és gyakorlat nélkül nem megy. Miért? Ha nem gyakorlod a tiszta, tükörszerű, éntelen, nem ragaszkodó tudatot, akkor minden úgy kezdődik, hogy ő visszaütött. Vitatkoztak? Kérdezi a pszichológus.
Nem, én rögtön pofán vágtam, nem vitatkoztunk, nem. Semmi vita nem volt. Tehát ez nagyon fontos, hogy úgy nem válsz a következményévé, hogy a reaktív tudatot kontrollálod, és ehhez tér kell. Hiába van fizikailag közel, hiába van érzelmileg közel, a tudatodban tér kell, tükör kell, és akinek tere van, annak ideje is van. És meg tudod válogatni a reakcióidat. Ez nagyon fontos, és ismétlem, éntelenedés nélkül, letisztulás nélkül, valamilyen szintű felébredés nélkül ez nem megy. A saját egoitásunkból kell fölébredni ahhoz, hogy a másiké ne fájjon. Vissza, ha a másik egoitása fáj, akkor a sajátodból nem ébredtél föl. Pont azon a ponton, ahol a másik meg tudod sérteni. Ahol provokálni tudott, ahol ki tudta belőled hozni az állatot. Pedig az állat néha sokkal jobb, mint az ember te. Láttál olyan kutyát, amelyik kutyátlan? Macskát, amelyik macskátlan? De embert, aki embertelen, olyat láttál, ugye? Mindannyian. Itt a baj. Ezért kell gyakorolni ahhoz, hogy te az az ember légy, intim kapcsolaton belül is, kívül is, aki tényleg szeretnél lenni. Házi feladat, menj haza, nem most, majd utána, akkor befejeztük. És odahaza, ülj le, és nézzél magadba, mit látsz, milyen karmát látsz, te épp ki vagy. És gondold el, hogy ezt a lelket a következő életben is így folytatod. Elindul újra az élet, és ez a lélek beszületik egy ilyen pirinyó-pirinyó kis 3 kiló 10 dekás testbe, természetes úton kipottyan, és ez te vagy. Szeretnéd? Vagy lenne munka még? Egy pici időt szeretnék még, akárki van odafönn, de léci, és akkor én még kipakolok egy-két karmát, meg bepakolok egy-két karmát, hogy jobb ember legyek, és ne ilyen borzalmas karmával kezdjem a következő életemet, mint a mostanit. Jó? Tehát nagyon fontos, amit mondasz, az intim kapcsolatok amennyire fontosak, nélkülözhetetlenek, annyira próbakövek, és ha buksz, akkor föl kell állni, le kell vonni a tanulságokat, gyakorolni, letisztulni, és más emberré válni. Jó? Szívesen. Következő kérdés? Elegendő-e letenni a rossz karmákat, a rossz kapcsolatokat, és rosszakat nem képíteni ahhoz, hogy többet ne kelljen leszületnem? De miért ne születnél le többet? Én például túrócsúszát megint szeretnék enni, igaz, hogy pörcs nélkül, de miért ne születnél le? Mi ezzel a baj? Mert nem szeretnék. Mert nem? Igen. És én arra kérlek, hogy gyere. Akkor sem szeretnék. Hát akkor minek válaszoljak a kérdésed? Akkor old meg. Hát hogyha nem akarsz velem együttműködni. Csak gondoltam, hogy a zen, hát hogyha tud valamit még mondani, hogy a rossz kapcsolatokon kívül, ha leadom, akkor az elegendő-e ehhez? Vagy még te drága, érzékeny lélek. Te most menekülni szeretnél. Nem, mert most kezdem a második életemet, ami szerintem a legjobb lesz, és ezt nagyon jól meg szeretném élni. Nem hiszed, de hogyha te nem akarsz leszületni, akkor menekülsz. Ez így van. Ez annyira érdekes, hogy ezt nem veszük észre magunkban. Aki minden áron jön, az harcol. Aki, lehetek én olyan arahat, tudod, azok a szuper megtisztult, ilyen elképesztő tökéletes lények, akiben semmi vágy, semmi polaritás, semmiféle ilyen kis letapadt, borsószemnyi egó sem maradt, hogy én szeretnék egy ilyen lenni. Rendben van, te ez leszel. Ott fönt a születetlenség tusít a mennyországában, te ott honolsz. És közben látod, hogy a haverok ott lent a szamszárába tolják. És nem csak a haverok, a barátok, az ellenségek, a szülők, a gyerekek, mindenki, aki hozzá tartozott, tartozik, és esetleg tartozna, ha méltóztatná leszületni, ott vagynak lent, és tolják a sárban. Néha boldog verejtékkel, néha szomorú verejtékkel, néha könnyekkel, néha véresen, attól függ, mit csinálunk egymással, ott tolják életet és halált. És neked esélyed lenne, hogy leszüles egy zen templomba, egy apát lányaként. És elért nagyon gyorsan a felébredést, és segíts rajtuk. Nem tennéd meg?
Hát most akkor ez átvezetődik a második kérdésemre. Amit igen, kérdez... vagy nem? Nem menekülünk? Én mondtam, hogy menekülünk. Lehet, hogy kipróbálnám ezt az életet is. Lehet? Karcolja? Lehet. Lehet? De lehet, hogy... De én hívnálok, hogy Léci, legyél a lányom. Te annyira jó lélek voltál már, mielőtt oda fölmentél, én már ismertelek egy debreceni előadásból. Együttérző mosollyal feltettél egy tök önző kérdést, és én meggyőztelek arról, hogy légy önzetlen, és ezáltal bódhiszattva, és meggyőzlek, hogy szüles le, és te lejössz. Innen folytassuk a második kérdést. Egy zenmester mit tenne egy abuzált környezetben, ahonnan nem tudna kilépni? Az zenmester felismeri, hogy az abuzált környezetből ki lehet lépni. És hogyha már olyan szinten van, hogy tehát fizikálisan nem lehet kilépni belőle? Akkor lelkileg lép ki belőle. És hogyha lelkileg nem lehet, mert... Akkor nem zenmester. Aha. Oké. Okay. Uh-huh. Voltál katona? Ugye, hogy nem? De én nem. Igen. Na persze. Egy év, és egyszer voltunk itt a Bocskai laktanyában is, mezőgazdasági melóra, konzervgyárba mentünk, és dolgoztunk. Férfiak, ismerős? De úgy, hogy lentiből hoztak ide minket, ilyen gyönyörű, nagy, ponyva nélküli teherautókon, szétfagytunk. A hadászi őrnagy nem engedte a ponyvákat, nehogy ha leborulunk, ne tudjunk leugrani a teherautóról. Képzeld el? 80-es évekről beszélünk. Ide jöttünk a Bocskaiba, ahol arany életünk volt, csak ezeket a különböző ilyen piros paprikákat kellett ott hinteni a konzervekbe, és nyugalom volt a laktanyában is. Tisztek, nem nagyon törődtek velünk, amíg valaki ki nem hágott, és nem jött vissza ébresztőre, ugye? De nem lehetett semmit sem csinálni önállóan, csak parancsra. Visszatérve gyakorlatozás volt, csak parancsra. És nem ez volt a kényszer. Tudtuk, hogy tólig ez egy év, és utána viszontlátás. Az volt a kényszer, ha azt akartad, amit nem lehetett. Az abúzus az, amikor azt csinálod a másikkal, amit nem szabad. Nem a parancs és nem a keménység az, ami abuzál. Az embertelenség abuzál. Tehát ahol nincs rendszer, ahol nincs érték, ahol nincs hierarchia, ott előbb-utóbb az emberek egymásnak esnek. És ezt most nagyon nehéz megtalálni, ezért mondtam a bevezetőben, hogy mihez igazodsz, kihez igazodsz. Tehát egy ilyen kemény helyzetben, amiről beszélsz itt szép érintőlegesen, nehogy valami lényegeset megtudjunk róla, itt az kell, hogy megtalálni azt a hierarchiát, ahol az érték megmutatkozik minden helyzetben. Az ember keres valamit, kerül valamit. És ezen az úton ki lehet menni onnan, legalább lelkileg. Mi lelkileg nagyon tudtuk, hogy hogy kell ezt csinálni, teljesítettük a parancsot, és nem olyan foglalkoztunk azzal, hogy ez most mit jelent. A jobbra át az jobbra át, a balra át az balra át, és kész. Ez ennyire egyszerű. Amiről beszélsz, az legalább annyira függ az alanytól, mint a környezetétől. Mert valamiért oda került. Mondok neked egy példát. Buddha és Jézus egy pár közös vonással rendelkezett. Az egyik az, hogy mindenkit tanítottak. A bráminok csak azokat, akik áldozatot hoztak, adományt adtak, ilyesféle. És a társadalom bizonyos rétegén fölülálltak. Ez a klasszikus megkülönböztetés volt egy kasztrendszerben, a varna, az a kasztrendszer, ők csak varnákat tanítottak, aminek négy nagy osztálya volt, brámin, értelmiségi, ksatria, harcos, vaisya, kereskedő, sudra, munkás. Az avarna, akik ebben nem tartoztak bele, a vándorok, a csavargók, a kaszton kívüliek, az érinthetetlenek, érinthetetleneknek nagyon sok neve volt, a Dalit volt az egyik, Harijan, Isten gyermekei, ezt Gandhitól kapták, a másik. Őket nem tanították. De Buddha és Jézus tanítottak mindenkit. Mindenkit. És Buddhának volt egy érinthetetlen tanítványa, aki Vágóhídon dolgozott. És az volt a dolga, hogy minden nap, ahogy jön a tehén, illetve már a vágásra szánt tehén, mert Indiában vagyunk, bum! Hatalmas nagy ilyen fustéjjal így leütötte, és a tején azt mondta, hogy meghalt. És egyszer ez az ember eljutott valahogy egy dharma beszédre, és azt mondta, hogy
magasztos, nem tudok jönni gyakorolni, még csak szerzetes sem lehetek, a családom csak tőlem függ, érinthetetlen vagyok, csak ezt a munkát végezhetem, nem lehetek a tanítva. De igen. De akkor hogy tanuljak? Hogy gyakoroljak? Egy kérdést tarts meg. Ki az, aki leüti a tehenet? Minden ütéskor. Ki ez? Ki ez? És ez így ment hónapokon keresztül. Az ember tényleg nem tud többet eljönni. És egy adott pillanatban, amely nem különbözött az előzőtől külsődlegesen, ez a ki ez kérdés átütötte az énjének a falát, és elérte a felébredést, azon nyomban ledobta ezt a nagy kalapácsot, kilépett a vágóhídnek a kerítésén, soha többet nem ment vissza. Tehát így, ahogy áttöröd a falat belül, úgy kívül is. Úgyhogy ha a karmád megváltozik, akkor a helyzeted is, és a kapcsolatod is megváltozik. De ha a karmád nem változik meg, akkor azt hiszed, hogy ott, csak azok között, csak ilyen módon tudok létezni. És akkor visszajövök. Nem. Akkor el sem mész. De a Mahajána az azért érdekes, mert látod azt a mélységes egymásra utaltságot és közösséget, ami mélyen mi emberek között van. És a 14. Dalai Láma, őszentsége, ő nagyon sok értékes tanítást adott. Az egyik az, hogy egy fogadalmat tett, hogy ő addig születik újra a Földön, amíg akár egyetlen emberi lény is szenved a szamszára, az élet és halál kényszerű körforgásának kötelékében. Leszel a titkárnője? Pedig nagyon sokat tanulhatnál tőle. Egyéb kérdés? Nekem két gyermekemből az egyik egy kisfiú, és hát születésétől kezdve elég nehéz a kapcsolatunk. Olyan kezelhetetlen típusú gyerek. Na hát. Hát igen. Nem is értem, miről beszélsz. Igen, de nagyon sokszor, nem mondom, hogy állandóan, azért az esetek túlnyomó többségében szó szerint úgy érzem, hogy a gyerek az idegeimre akar menni. Hova másra menj át? Ott érzel. De hogy teljesen olyan dolgokat csinál, amiből tudja, hogy az az, aki lesz pontom. Igen. És kiforgat magamból. Igen, pontosan. Igen, igen, csak hogy én ezt nagyon rosszul viselem. Akkor még inkább kiforgat. Tehát így egy érzékeny vagy. Így van. Odaüt, ahol fáj. Nagyon. És az erre való reakciód is negatív, tehát még jobban élvezi. Akkor, hát ez pont így van. Akkor két kérdésem, aztán folytathatod. Igen. Egy, hány éves? 3,5. Tehát 3? 3 elmúlt, igen. Nagyon komoly. Tehát 3 éve tart ez a küzdelem. Igen. Ez alatt még nem tanultad meg azt, hogy hogyan ne nyomja be a gyereked a gombjaidat? Hát néha nem. Jobban kezelem, néha rosszabbul. Nem tanultam még meg. Pontosan. Nem jól szereted. És ezt tudom, hogy nagyon fájdalmas egy anyának hallani, igen. De nem jól szereted akkor, hogyha a gyerek nem azzá válik melletted, akivé tudod, hogy lehetne, de valamiért félsz nemet mondani neki. Tehát ez attól van, hogy nem hallotta a gyerek korán azt, hogy nem. De akkor azt se hallja meg, hogy igen. Tehát a nem és az igen az ugyanannak az éremnek a két oldala. Ha nem tudunk a gyereknek nemet mondani, akkor az igenedet se fogja meghallani. És a második kérdés pont ebből következik, kedves anyuka, hogy hol van apuka a képben? Van. Nem volt túl meggyőző. Hát mennyire van? Fizikailag van. Na, igen, és? Tehát szobor ott a sarokban? Vagy... ATM, hogy nyomod a gombot, jön a pénz, de egyébként nem szól, nem mozdul, nincs jelen? Vagy hogy? Hát, igen. Tehát hol van, hol nincs, sokat dolgozik, és hogyha mondjuk otthon van, akkor sokszor fizikai síkon van otthon. Ez nagyon magyar népmese. Hol volt, hol nem igen, volt. Igen, igen. Ugye? Igen. Hát nehéz bevonnom ebbe a feladatba. Hogy miért? Ő is menekülne, vagy hogy? Igen, szerintem igen. Igen, az ő idegeire is megy? Igen. Igen. Akkor fogd meg a kezét, és mondod, babám, közösen menjen a gyerek az idegeinkre, akkor jobb elviselni. Ezt szoktam mondani, de jó. Az enyémre jobban megy. Az a helyzet, hogy a férfi intellektus az kicsit keményebb, de a nőknél az érzelmek keményebbek, tehát súlyosabbak.
és mindenképpen valamilyen képzésre van szükség. Azért szoktuk az ilyen gyakorlatot ajánlani, mert erősebb és tisztább lesz a tudat. Tehát, hogyha egy tükör 3 mm vékony üvegből áll, rádobsz egy kavicsot és betörik. Hogyha 1 méter vastag gyémántból áll, egy hegyet neki viszel, akkor se törik be. Tehát amikor erős középpontról beszélünk, az azt jelenti, hogy akármit mondhat, akármit érezhet, éreztethet, gondolhat, gondoltathat, tesz, vagy műveltet, te akkor is együttérző, világos tudattal maradsz. Kész. Ideg? Hol? Itt, a formában, de az ürességben nincs ideg. A teret nem lehet megütni. A felületet, a formát azt lehet megütni. Ha te térré tudsz válni, azaz éntelenné tudsz válni, akkor kihez szóltál? Szabályozd, hogy mit hallasz meg, és mit nem. Mire reagálsz, és mire nem. Ha te kényszerűen reagálsz arra, amire nem kéne, vagy nem úgy, ahogy kéne, tényleg a gyerek következményévé válsz, és azt hiszed, hogy a gyerek az idegeidre ment. Nem, te voltál gyenge. Te nem láttad jól. Te nem szeretted jól. És ezt a legnagyobb együttérzéssel mondom, mert a 8 hónapos odakint az anyjával mind a kettőnket tesztel úgy, hogy egy cukorgombóc. Úgyhogy egy eszméletlen jó fiú. És hálásak vagyunk, hogy ő született hozzánk. De szerintem ő is az, hogy hozzánk született. Tehát ez egy elképesztő gyakorlat, hölgyeim és uraim, gyermeket a világra hozni, mert magad karmáját fogod viszont látni benne, főleg a feldolgozatlant, amiben magadban még nem tettél rendet. Na, azt a gyerek így megszemélyesíti, és olyan tudattalanul, szándéktalanul és halálos pontossággal hozzád lövi, hogy még haragudni se tudsz rá, de fáj. És ezért apukával egy újabb szövetséget kötni, ha eddig nem volt elég erős, hogy együtt, nem külön-külön, nem robotember vagy, hogy beállítalak a sarokba, aztán reggel elindulsz, mert bekapcsollak. Tehát nem ez van. Tessék több közös programot. Általában a gyerek akkor renitens vagy rebellis, hogyha nem kap elég figyelmet. Tehát 4 nagy fokozat van, jelenlét, figyelem, kapcsolat, szeretet. Tehát a jelenlét, ha nincs meg, nem tudsz figyelni. Figyelsz? Akkor jelen vagy. Ha jelen vagy, tudsz kapcsolódni. De ha nem vagy jelen és nem figyelsz, nem tudsz kapcsolódni. Ha már kapcsolódtál, döntesz, hogy szeretet vagy nem. Hogy ütlek, vagy simogatlak. Vagy eltűröm, hogy üss, és én visszaütök, vagy visszasimogatok, vagy semmit nem csinálok. Oké? Tehát ez a 4, ez egymásra épül. Ha szeretetet akarok, kapcsolódnom kell. Ha kapcsolódok, figyelnem kell. Ha figyelni akarok, jelen kell lennem. Oda-vissza. Ez a nagy jármű 4 kereke. És egyébként pedig a zennek a 3 alapeleme ugyanúgy belejátszik, a nagy kérdés, ki vagyok én, vagy melletted kivé válok én, a gyerek által milyen szülővé válok én, ez a nagy kérdés. A nagy bátorság, hogy akármit csinál a gyerek, akkor is ez a szülő maradsz, akivé szeretnél lenni, mert tudod, hogy a gyereknek az a jó, attól lesz ember, olyan ember, akivel érdemes együtt élni, együtt dolgozni. Nézd meg a felnevelt gyerekedet, megszülnéd még egyszer? Világra hoznád még egyszer? Vagy olyan rossz az eredmény, hogy csak kilökni tudod a fészekből 18 éves és egy napos korában, és közt ne lássalak többet. Milyen eredmény született? És tökéletes nincs, de optimális van. Oké? És a nagy bátorság után lesz a nagy hit. Tehát ez ennek a 3 komoly alapeleme, eredetileg a mi ez kérdés, de ebből következik a ki. És a bátorság az, amivel az illúziókon keresztül mész, és a valóságot látod, és a nagy hit pedig az, hogy megmaradsz a valóság mellett. A lényeg, igazság és működés valósága mellett. És ha ez a 3 alapelep megvan, akkor ez a 4 nagy kerék a Mahajána járművében sohasem esik szét. Mi volt az első? Jelenlét. Mi volt a második? Figyelem. Mi volt a harmadik? Kapcsolat. Mi volt a negyedik? Szeretet. Hangosabban. Szeretet. Még. Szeretet. Ön szeretet? Nem. Miért? Miért nincs ön szeretet?
Miért egy érzelmi rövidzárlat az önszeretet? Miért egy sikertelen önkielégítési kísérlet az önszeretet? Mert önből egy van. Tehát ön nem tudja szeretni önt, mert nincs két ön, egy darab van. Az önképedet oszthatod. Önkép egy, szereti önkép kettő. De ez hamis, mert valójában egy darab van belőled. Érezzük az ellentmondást? Tehát ne szeresd önmagadat, inkább lásd a karmádat úgy, ahogy van, és hogyha véletlenül észreveszed, hogy odakakiltál a padlóra, akkor törüljed föl. Tehát ez a karma tisztítása. Ugye? De hogyha szeretet kell, és ezért mondom, hogy jelenlét, figyelem, kapcsolat, mert a kapcsolat az azt jelenti, hogy van egy másik lény, akivel te kapcsolatban állsz, egy gyermek, sajátod másé, egy kutya, egy macska, egy krokodil, és hogyha jól szeretsz, akkor a másik viszont szeret. Ezt tudom, hogy nagyon kockázatos. Akkora kockázat szeretni valakit, mert úristen, mit csinál ő, hogyha én mondjuk feltétel nélkül merem szeretni, visszaüt, elviszi mindenemet, ott hogy amikor öreg vagyok, feljelent. De én akkor is szeretlek, érted? Ez hihetetlen. Szóval hogy tudom úgy szeretni, hogy ő is szeressen engem? Ez egy rejtély. És itt van apukával egy elképesztő komoly beszélni valód, hogy minél több közös jelenlét, gyerekre közös figyelem, közös kapcsolódás és szeretetet. Nem azért cipelem a családomat magammal, mert nem tudnám egyedül megcsinálni. Azért, mert szeretem őket. És merem mondani, ők is engem. Legtöbbször. Tehát, viccet félretéve, hogyha te kellő időt töltesz a családdal, mindenek fölött, akkor kiegyenlítődnek ezek a hullámok, és a gyerek nem kér állandóan figyelmet a lázadással. És ezt nézd meg, hogy hogy lehet helyrehozni. Mindegy, hogy mi történt a múltban. De most ezzel a négyjel tudod helyrehozni. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Majdnem 2 éve próbálkozom a meditációval, mert jobbára otthon. Egyedül odáig sikerült eljutni, hogy látom, hogy mit művelek. Tehát, hogy látom a karmámat. Igen? Hát akkor gyere ide, légy szíves, és folytasd. Tehát, ha 2 év alatt idáig eljutottál, hogy látod a karmádat, és mit művelsz, ez csúcs. Hát akkor milyen kérdés maradt? Hát igazából nem tudom a folytatást, mert hogy... Az igen. Mások mit művelnek? Nem a mások. Szóval, hogy ugyanabba a körbe, meg ugyanabba a helyzetbe tudom magam hozni, ezt már látom. Ugyanabba a gödörbe képes vagyok többször is beleesni, akár munkahelyi szituációkban, akár gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy már megint. Már megint? Már megint? Igen. Tehát úgy, hogy látod, hogy mit csinálsz, már megint? Igen. De hogy? Nem tudom. Nem tudod uralni? Tehát látod, de nem uralod? Így van. Hát ez annyira emberi te. Én együttérző mantrát fogok érted énekelni. Köszönöm. És ez segít rajtad szerinted? Ugye, hogy nem? Nekem jobb érzésem lesz tőled, de neked? Szóval elértéged az együttérzést, itt a bölcsességre van szükség, sőt, arra az álhatatos tudatra, hogy... Te legyél szíves a pillanatban a látást és az uralást, az akarat szentségével egyesíteni. Tehát az, hogy mit akarok, az 2 komponens. Hogy mit látok, és mit tudok uralni a cselekedetemben. Ez együtt az akarat. Még több is van, Schopenhauer tessék még hozzáolvasni, de most a 2 elég. Tehát látás és uralkodás, vagy uralás inkább. De ha csak látod a karmát és nem uralod, az szörnyű. Ezért kell a pillanatot letisztítani és egyé válni. Hogy ne gondolkodj, amikor nem kell, és gondolkodj, amikor kell. Ekkor tudod uralni is a beszédedet, meg a cselekedetedet. Alapvetően a nyugat nem tudja, hogy mi a nem azonosulás. És a nem azonosulás által tudod uralni a karmát. Ez azt jelenti, hogy nem hagyod, hogy a tükörre tapadjon a tárgy, hanem mindig a tükröt és a tárgyát megkülönbözteted. És a tükör akkor lesz egységes, amikor az utolsó folt is eltávozik róla,
a meditációs praxisod által, amelyet ezennel tessék csoportossá átalakítani, az egyéni mellett, nem a helyett. De az egyéni, kis csoportos és templomi praxis az, ami a sufni tuningból kivezet. És ez nagyon fontos, hogy a csoportos gyakorlást azt másként lásd, de ugyanúgy végezd. Ugyanaz az ülés, ugyanaz a leborulás, ugyanaz a mantra. De nehogy azt itt, hogy ugyanaz lesz az érzeted, mint a kis kunyhódban, ott a kert végében. Valahol nehezebb lesz, és valahol könnyebb. Hosszú évek sora, amíg a látás és a cselekvés, a teremtett látása és a teremtő mozdulat, az találkozik. Tehát amikor a karma uralása és meglátása ugyanabban a pillanatban megvalósulna, az teljes. Addig nem, addig küszködünk, szenvedünk, mint malac a jégen. És ezért kell gyakorolni. Ne csúsz szét. Nehogy azt hitt, hogy a múlt jelen jövő tagolása objektív. Azt te tagolod úgy, ahogy tagolod. Ezért más a múltról alkotott elképzelésünk, meg a jövőről. Talán abban egyetértünk, hogy most egy iskola torna termében vagyunk mindannyian. De több nincs, mindenki más már gondolhat, amit akar. Jó? Ezért tessék a kettőt egyben tapasztalni, és ezt az intellektus nem tudja. Erre az ész nem tud gombot varni. Ezt nem tudod mesterségesen megteremteni. Ez kell pont az a gondolkodás, amely már visszatért a dualitások elé. És ez már nem gondolkodás. Ez az a transzcendens létre, hogy egyszerűen az utolsó fok már eltűnt, de fölléptél rá. Úgyhogy a tan az egy olyan tutaj, amely átvisz a folyó túloldalára. A zenhez kapcsolható gondolkodás egy olyan gondolkodás, amely meghaladja önmagát. Ezért mondjuk azt, hogy a szó visszaolvad a csendbe, a mantra visszaolvad az üres térbe. Ezt kell megvalósítani. És akkor találkozik a látás és az uralom. Oké? Szívesen. Egy tanítvány mikor válhat mesterré? Akkor, hogyha a mestere azt mondja, hogy? Hát pont ez történt, hogy elértem egy olyan szintet, hogy a mesterem azt mondta, hogy tudok tanítani, de én még úgy érzem, hogy nem állok rá készen, mert én úgy gondolom, hogy a tudás, a tehetség az végtelen, és nincs vége is, bár eddig lehet fejleszteni, és szerintem egész életen át, hogyha dolgozol azon, hogy... Sőt, életeken át. Csak aztán át is kell tudni adni másoknak, és ezt egy jó mester tudja. Ha a mestered téged erre alkalmasnak ítél, akkor vissza kell kérdezni, hogy mester. Mikor kezdjek el tanítani? És akkor elmondja. Ugyanis egy jó mester nem csak alkalmasnak látja a tanítványt, hanem helyzetbe is hozza, ezt úgy hívják, hogy mély víz, tehát beledob. Igen. És amellett, hogy van egy ilyen mondás is, hogy fedő alatt puhítjuk a rist, olyan is van, hogy hogyan segíthetsz másokon. Ha erre a mestered alkalmasnak talál, akkor meg kell kérdezni, hogy ezt hogyan és mikor. Meddig puhítsam még a rist a fedő alatt, és mikor kell azt már fölemelni és megosztani másokkal. Ezt tedd meg, jó? Kérdésem meg az, hogy életemnek mostani szakaszában történt egy változás, és én azt vettem észre, hogy a zene az segít ebben, mindig a zenéhez, a egységemhez fordulok segítségként, és én azt érzem, hogy a zene az gyógyít. Mi van akkor, amikor a zene egységemről való elgondolásom az gyengébb, mint amikor ez a külső hatás nagyobb nyomással nyom le, és már nem tudom, hogy kitől kérjék segítséget. A zenétől. A zene az csodálatos, és azért gyógyít, mert a gondolkodást kioltja. A magadról való gondolkodást, a másikról való gondolkodást, mindenféle dualisztikus gondolkodást, amely alapvetően illuzórikus.
nem valós. Tehát a zene azért gyógyít, mert behoz egy olyan éber, tiszta, halló állapotba, ami az együttérzés alapja, és egy nem dualisztikus tapasztalatra épül. A zene ad menedéket. Térj oda-vissza. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Úgy hozta az élet, hogy a lányomat egyedül nevelem, és most olyan szakaszban vagyunk, hogy ő próbálja az életét önállóvá tenni, és ilyenkor nálam bekapcsol egy önkorlátozó magatartás, okay. Ami azt eredményezni, azt mondom, hogy tehát ezt ne csináld, vagy azt ne csináld. Hány éves? 22. Akkor mit akarsz? És a nagyon nehéz nekem ezt így megtennem. Mitől? Hogy azt csinálja, amit nem akarsz? Igen. Oké, okay. Miért nem tanítottad meg, hogy azt csinálja, ami tényleg jó? Mert az, hogy neked mi a véleményed, az másodlagos, hogy te egy jó apa vagy, tehát azért mondom így egyenesen bele. Tehát, ha tényleg 18 éven át úgy tanítottad, hogy az ok és okozat törvénye világos számára, akkor 22 évesen hogy csinálhat olyat, amitől így óckodsz? Ez így van, tehát neki meg kell tapasztalnia azokat a dolgokat. Mitől félted? Hát, hogy valami fizikailag történik vele, vagy lelkileg. A fizikai és lelki együtt. Hogyha a lelki helyén lenne, akkor a fizikaitól nem féltenéd. Így van? Igen. Egy kapcsolattól félted? Megmondom őszintén, hogy igazából nem is tudom, mert itt ugye felmerül még a következő kérdés sem is, ugye az elengedés és a megengedés. Hogyha ennek a kettőségéről tudnál esetleg valamit mondani, lehet, hogy esetleg az közelebb vinne engem ahhoz, hogy azért másképpen lássam a dolgokat. Nem vagy egyedül a problémával. Elengedés és megengedés két teljesen különböző dolog. Az elengedés az az, hogy szevasz, nagyjából nem érdekelsz. A megengedés az, hogy itt vagy mellettem, ezt megengedem, és majd várjuk a következményt. Azt együtt fogjuk tapasztalni. Tehát, ha elengeded, önállóvá teszed, de a visszacsatolás az késői, vagy akár nemleges is. Menj az utadon, elengedtelek. A megengedés az, hogy itt vagy mellettem. Tapasztaljuk együtt. Úgyhogy nagyon más. És azzal teszed felnőtté, hogy világos választási lehetőséggel állítod úgy, hogy a törvényt tanítod, az univerzum törvényét, hogy hogy működünk mi emberek, hogy működik a világ, hogy működik a lélek, az anyag, a test, a szellem, hogy működünk. Ezt kell világosan tanítani, ezt hívjuk az ok és okozat törvényének, szanszkritul dharma. És hogyha ezt jól tanítottad, akkor nem kell aggódnod, csak egy választási lehetőség elé állítani a lányod, azt mondja, hogy ha ezt megteszed, ez lesz az eredmény, ha nem teszed meg, ez lesz az eredmény. Melyiket akarod? És ha nem tudja, akkor vázolhatod a lelki eredményt is, hogy az A verzió szerint ezzé válsz, a B verzió szerint ezzé válsz, ki akarsz lenni. Hát ezt már senki nem hagyja annyiban. Apa, én nem akarok ezzé válni. Akkor ne cselekedj így, ne beszélj így, ne gondolkodj így, ne érezz így. Hát akkor ezzé szeretnék válni. Hát, hogyha te pilóta szeretnél lenni, akkor tanuld meg, mi a repülőgép vezetés, cselekedj úgy, beszélj úgy, gondolkodj úgy, érezz úgy, akkor pilóta leszel. Mert a pilóták így beszélnek, így cselekszenek, így gondolkodnak, így éreznek. Érted? Tehát az, hogy milyen karmából, milyen énség származik, milyen következménye lesz, ez az, ami fontos. És akkor ő választ, hogy kivé akar válni. Ez senkinek nem mindegy. Senkinek. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Itt? Reggelente meditálok, és próbálok jelen lenni nappal is, csak... Úgy érzem, talán nem elég, hogy milyen praktikus tanácsaid lennének ahhoz, hogy... Este is meditálj. Értettem, köszönöm. Te jó tanítvány vagy, gyere el a templomba, akkor egész nap meditálsz. De komolyan, tehát látnod kéne az arcát. Derűsen, a szememben nézve, csillámló homlokkal azt mondta, hogy igen. Tehát én ezt elhiszem.
akkor viszont reggeltől estig meditálj a templomban, akár egy elvonulás keretein belül, az még jobb. Hazajössz ide a kontrasztba bele, és olyan elvonási tüneteid lesznek, te detox legyen a talpán, amelyik ilyet tud, csak visszafelé. Tehát kijössz, és egy elvonulás után úgy érzed, hogy ez a normál valóság úgy beszennyez, te, mint kiömlött textilfesték így a bolyhókat a szőnyegen. Tehát ezért kell a minőséget tartani. Ezért kell gyakorolni úgy, hogy ez a kontraszt erősödjön. Attól erősödsz te is. Nehogy azt hitt, hogy a gyakorlatátai rögtön béke lesz, és te, mint a kis bódhiszatva, ott ülsz a sarokba, és nem történik veled semmi. Nem. Tehát egyre nagyobb lesz a kontraszt a helyes és a helytelen közt. Egyre jobban kirajzolódik, hogy keskeny az ösvény, középút az ösvény, és nem szélsőségekbe fogunk merítkezni akkor, hogyha harmonikusan, tiszta tudattal együttérzően akarunk élni. Úgyhogy gyere és gyakorolj. Egyéb kérdés? Hogyan lehet olyan embernek segíteni, aki inkább a halált választja, és nem az életet? Le kell vele ülni, és megbeszélni, hogy tudja-e, hogy mi a halál. Ehhez előtte neked kell nagyon jól tudnod, hogy mi az élet és mi a halál. Ha ezt nem tudod, akkor nem tudsz neki érdemben segíteni. Nekem nagyon sok olyan helyzetem volt, ahol magát halálra szánó vagy erre készülő ember tette fel a kérdést, hogy miért éljek. És valahogy már az, hogy megmutattuk az élet és halál törvényszerűségét, a test és a lélek találkozását, maradását, szétválását és újabb testesülést, már az egy kicsit elriasztotta attól, hogy megtegye. Hát azok, akik keresik a halált, nem tudják, hogy mi az. Akik félnek tőle, azok sem. Tehát magadnak kell tudnod, hogy mi az élet és halál működése, tapasztalni azt, hogy mi az, ami fölveszi ezt a testet, megtartja és leveti, és amikor belül benned rend van, akkor tudod ezt a lényt érdemben tanítani. Előtte nem tudsz segíteni rajta, mert mivel vagy te több, mint ő, csak aggódsz érte, szereted a párod, a családtagod? Gyakorolnod kell, és elég gyorsan, mert ahonnan jön ez a kérdés, az nagyon nehéz hely. Tehát az nagyon nem könnyű, ahonnan mondod. Akkor, ha jól értem, megmutatni, hogy hogy lehet élni? Nem. Megmutatni, hogy mi az élet és mi a halál. De az először neked kell meghaladnod mind a kettőt, hogy ráláss. És nem követni. Mert az életről sincs megfelelő elképzelése, hogyha a halált választaná. Köszönöm szépen. Szívesen, de vigyázz magadra, légy szíves. Azt hiszed, hogy a szereteted mindent legyőz, és nem. Nem követheted őt sem életben, sem halálban. Ezt megfogadod? Mondd ki. Megfogadom. Nem hiszem el. Túlságosan szereted és mész utána. Azt hiszed, hogy így meg tudod menteni, de nem. Ha nem gyakorolsz és nem haladod meg ezt az önképet, és nem látod meg az élet és halál miben létét, az illető visz magával. Nem engedheted meg magadnak. Oké? Rendben. Szó. Megfogadom. Na végre! Utolsó két kérdés. A zen szerint mi az önazonosság? Fogalmam sincs. Hát a zent kérdezted, az eredetileg nincs. Itt csak egy tökéletlen zenmester van. Nem engem kérdezni? Mert a zen hol van? A zen az úgy nincs. Téged kérdezlek. Fogalmam sincs. Akkor magadról mikor tudod, hogy önazonos vagy? Amikor a feleségem azt mondja. Azt mondja, zenmesterkém, ez jó volt. Szóval azt mondod, amit csinálsz? Azt gondolod, amit érzel? Azt fejezed ki, amit gondolsz? Tehát az önazonosság csak ebben a négy nagyon világos csatornában, hogy tett, érzés, gondolat és cselekedet. És illetve beszéd. Ezek egy irányba mutatnak? És itt még nem is arról van szó, hogy az avatárod így minden részlete ki legyen suvikszolva.
Csak nézd meg ezt a négy nagy csatornát. Ezek annyira fontosak, hogy az érzésekhez odaállítottuk Kwansen Bosát, az együttérzés bódhiszatváját, a gondolatokhoz Manjushrit, Munsu Bosát, a bölcsesség bódhiszatváját, a beszédhez az esküvés és fogadalmak bódhiszatváját, Zhijiang Bosát, és a cselekedetekhez Samanta Bhadrát, vagy Deheng Bhojong Bosát, mert hogyha ez a négy nem egy irányba mutat, akkor integritás, önazonosság nulla. Tehát ha csak a mindennapi élet szintjén megszűnnénk hazudni magunknak, akkor az önazonosságunk így menne főfele, mint a rakéta. Maradjunk csak ennél, de az, hogy az önkép és az önvaló milyen átfedést mutat, hát ez lenne a következő. Illetve az, hogy milyen tisztán látjuk ezt a pillanatot, mennyire egyévvá tudattal létezünk. Nagyon sok szinten föl lehet tenni ezt a kérdést, most kaptál hármat. Melyik tetszik? Te önazonos vagy? Még mondom, hogy ne szabadulj meg attól a mikrofontól. Mostanság kezdem úgy érezni, hogy igen. Akkor miért tetted fel a kérdést? Hogy amit érzek, az jó-e? Azt én mondjam meg? Nem, hanem hogy ha mondasz valamit, akkor azt magamban elkezdem forgatni. Fócsálni. És akkor hát, hogyha hasonló érzeteim jelentkeznek a te gondolataid és az én belső érzéseim által. Ettől én óvnálak. Tehát, hogyha az én gondolataim belső érzésekre fordítódnak le benned, az olyan gyomorrontás, hogy hihetetlen. Tehát paradoxokkal szoktunk operálni, ellentmondással, megoldatlansággal, rendszertelenséggel. Hiába tűnik logikusnak, amit mondok, nem érted, de nem is arra van kitalálva, hogy rögtön értsd. Egy részét érted, utána jön az irritáló belátás, hogy a másik részét nem értem, és újra meghallgatom. És akkor kiderül, hogy érthető ez, csak szépen fokozatosan. Az önazonosság is egyébként ilyen. Az a helyzet, hogy túl okos vagy. Ezért gondolod azt, hogy a gondolataimból tudsz építkezni. Nem. Onnan tudsz építkezni, ahonnan az én gondolataim is építkeznek. Erre próbálok rávezetni. Oké? Oké. Az ősforrásból? Elrontottad. Hát megint. Fogalmam sincs, nem érted? A fogalmam sincs az önazonosság titka. Bizony. Elmondom miért. Volt egy gyönyörű pátriárkánk, Bodhidharmának hívták, 1000 évvel Buddha után, Tang dinasztia kezdeti évszázadában, Indiából Kínába vitt a tant, már előtte is ott volt pár évszázaddal, de ő volt az, aki a pecsétet rátette, tehát olyan szinten vitte át, hogy őre tényleg emlékezünk. És volt egy buddhista uralkodó, Wu császár, aki a Liang tartományt, ez elég nagy tartomány, ma is megvan, hát egy ilyen kis tényleg kínai császár volt, így egy kis konfuciánus tisztével, a kis hajkontjával, testőrök, minden, ahogy kell. És buddhista volt, és tanulmányozta a szútrákat, és nagyon-nagyon ilyen szép, egész estét betöltő udvari szerzetes tartott tanácsadójaként. Tehát egy minden, ahogy kell. És hallotta, hogy Bodhidharma jön, és meghívta, és le akarta tesztelni a tudását, ugyanis a Lotus Sutrában az van, hogyha te erényes cselekedeteket hajtasz végre, annak pozitív következménye van, ezt itt úgy szokták hívni, hogy Isten fizesse, csak ott egy kicsit jobban ki van fejtve. És a császár föltette a kérdést, számtalan szerzetes segítettem, számtalan templomot emeltem, mekkora erényt szereztem ezáltal? És Bodhidharma azt mondta, semennyit. Második kérdés, de hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Hát ő fessége azért hittak szútrákban, hát volt egy szerzetes, meg több is, aki tanította. Bodhidharma, végtelen tér, semmi szent. De hát akkor ki áll előttem? Fogalmam sincs. Itt van a végső önazonosság. Ezt emészgesd egy kicsit, de ne a gondolataimat, jó? Jó. Köszönöm. Ügyes vagy, jól csináltad. Utolsó kérdés, hölgyeim és uraim.
Hogy van egy 12 éves lányom, akit egyedül... 17 vagy 12? 12. 12. Aki, igen, akit egyedül nevelek, mert az édesapja öngyilkos lett, amikor ő 2 éves volt. Együttérzésem. És az a kérdésem, mert hogy ő ezt ugye még nem tudja, mert nem gondolom, hogy egy ekkora gyerek magát a módot, hogy hogyan lehet elvezetni őt a legkisebb kockázattal, sebesüléssel ennek a ténynek az elfogadásához. Egyrészt nagyon bölcs vagy, másrészt nagyon óvatos, és látod azt, hogy az érésnek ezen a fokán, amikor elkezdheti másolni a család tudattalanjában lévő karmát, akkor már profi segítségre lehet szükség. Én javaslok egy nagyon jó terapeutát, aki akár családállítással, akár más interaktív, dinamikus terápiás módszerrel kivezeti a család tudattalanjából a titkot. Tehát a tény marad, csak a titok szűnik meg. A titok mérgez, az igazság felszabadít. És ezzel a mozdulattal, hogy te 10 évig ezt nem mondtad el neki, nem követtél el hibát. Na, a 12 és 14 éves kora között ezt nem hallja meg, nem dolgozza föl, akkor valószínű, hogy elmegy ugyanabba az irányba, mert van egy alaptörvény, hogy egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Ez igaz az egyén szintjén, de igaz a párkapcsolat szintjén, igaz a családi karma szintjén, és igaz a társadalom szintjén. Nézd meg, hányszor ismétled az egyéni karmádat csak azért, hogy tudatos legyen, és tud uralni. És ugyanazt a hibát hányszor követed el a társaddal, akik ugye válások miatt több partnert is elfogyasztottak. Nézd meg, hogy mennyire hasonlítottak ezek egymásra, úgyhogy nem is ismerték egymást, úgy a mély szerkezetben. És a családban transzgenerációs karmaként hogyan követjük azoknak a sorsát, akikkel nem is találkoztunk, de benne vannak a család mezejében, a tudattalanunkban. Tehát itt az a veszély áll fönt, hogy a lány elkezdi követni, úgyhogy nem is találkozott vele érdemben. És mielőtt az erre utaló jelek jönnének, azelőtt kell ezt a kezelést megvalósítani úgy, vagy gyógyulási folyamatot inkább, hogy egy nagyon jó terapeutával előre megbeszélni azt a sorrendet, hogy mit, mikor, milyen körülmények között mondasz el. Ez nagyon óvatosan, nagyon világosan kivitelezett folyamat kell, hogy legyen. Tehát körülbelül olyan, mint a műtét és a lövés közti különbség. Tehát egy hasfalat föl lehet nyitni, és át is lehet lőni. És itt nagyon óvatosan kell bánni, és nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezted az ő érdekében is. Ugyanis a titok mérgez, ahogy mondtam, az igazság felszabadít, de csak akkor, hogyha megfelelő módon, megfelelő szándékkal és meghaladással van az illető tudomására hozva. Ezen az úton, és valószínűleg valamilyen meditációra is szükség lesz, hogy önállóan a saját szellemi autonómiáját egyre jobban tapasztalva a lány integrálja, elfogadja és beépítse, hogy igen, ez megtörtént, ez apám sorsa, de nem az enyém. Tehát idáig eddig a mondatig eljutni több hónap, esetleg több év. De el kell kezdeni, és minél hamarabb szellemileg lábra kell állítani. Ezért, hogy ezt integrálhassa, és a saját szemével merjen látni, belül is, kívül is. Megköszönöm azt, hogyha mindenki a gyakorlásra vet egy pillantást, mint lehetséges út. Nagyon sokan szoktunk eljönni előadásra, nagyon kevesen szoktunk jönni gyakorlásra, és mindig azt mondják, hogy te voltál meditálni? Hello! De valójában neked kéne, tehát ezt helyetted senki nem fogja megcsinálni. A zen az tanító, tanító út. Nem vallás, nem térít, nem győz meg, informál, kérdésekre ad választ, bemutatja az ok és okozat működését. Kívánom, hogy minél többször, minél világosabban lássuk együtt az ok és okozat működését, haladjunk a felébredés útján, és segítsünk minél több érző lényt a felébredés felé, mely személyes megszabadulásunk záloga.
anélkül, hogy másokat segítenél, a saját művedet nem fejezheted be. Ezzel a paradox, de gyönyörű igazsággal szeretnélek útra bocsátani titeket ma este. Köszönöm a figyelmet.